A Havanna lakótelepen is dolgoznak a padok szépítésén, megújításán, a kerület összes kültéri ülőalkalmatossága megújul. A június végén elindított munkáknak már most látszatja van. A telep nagy részén már az új padok várják a pihenni, beszélgetni vágyókat. A Havanna lakótelepnek ezen a részén a Kondor Béla sétányon 48 darab padot felújítottunk. Természetesen dolgozunk más helyszíneken, és szerte a kerületbe egyszerre a sétányokon, parkokban, játszótereken újítjuk fel a padokat. Hogyha itt jobbra elnézünk, akkor van már egy gyönyörűen felújított pad, és a másik oldalon balra egy, ami még arra vár, hogy megtegyék, amit meg kell vele tenni, tehát akkor ilyen volt, ilyen lesz körülbelül. Igen, ezt lehet mondani, mert a Kondor Béla sétánynak Kolozsvár utcáig tartó részét megcsináltuk, itt ezek a sárga padok találhatók, és a második menetben pedig a Szervét Mihály térig tartó részt fogjuk megcsinálni, itt láthatók ezek a sötét barna padok. Kicsit még bonyolítja is a munkát, ahogy elmondta nekem, hogy több fajta pad is van a kerületben. Igen, az összességében 16 féle pad található a kerületben, szerkezetét tekintve is nagyon sokféle megtalálható, színre is sokféle megtalálható, és elhelyezkedést tekintve is nagyon sok pad különböző helyeken, amit nem mindig fogadnak örömmel az emberek. Lakatos lakótelepen találkoztunk olyannal, hogy felújított pad. A felújítás során megjelentek az emberek, és kifogásolták, hogy miért van például ott pad, mert ugye napközben lehet ücsörgésre használni, de este történnek ott olyan dolgok, amit viszont sérelmeznek az állampolgárok. És akkor itt hívnám fel a figyelmet arra, hogy nekünk nem feladatunk annak megítélése, hogy hol legyen pad, vagy hol nem legyen pad. Mi feladatunk kizárólag a felújítás. Bárkinek van észrevétele ezzel kapcsolatban, kérésem, hogy a központi ügyfélszolgálati irodát keresse meg ez ügybe. Az újonnan felújított padokat sok helyen megrongálják, festékkel öntik le, belevésnek, de olyan is előfordult, hogy a friss mázolásra szotyolát szórtak, ami beleragadt a festékbe. Pedig a padokat sokan szeretnék rendeltetésszerűen használni. Hozzá tartozik, hogy nem egy pad esetében sajnálatos módon többször kellett ezt elvégezni, mintha irritálná az embereket, hogy rendben van hozva néhány pad. Van itt olyan pad, ami még most is lehet látni, hogy a felújítást követően milyen rongálást végeztek. Mi a jellemző, milyen hibákat kellett kijavítani? Hát az egyik legjellemzőbb az, hogy ezek hosszú ideig nem voltak ápolva, kiszáradtak, úgyhogy teljes felületkezelést végre kellett hajtani a festést megelőzően. Most azt mondom, hogy itt elfogadható állapotban lehet látni a padokat, és talán sokan vannak olyanok, akiknek tetszik is ez. Felháborítónak tartom, hogyha délután végig jönnek itt vagy az esti órákban, akkor már minden tele van szórva szeméttel, üres dobozokkal, csikkekkel. Annak ellenére, hogy a kollégák, hát most a, igen, kollégák, a városgazda emberei rendszeresen jönnek és takarítanak. Másfél hétig festették a padokat, két nap múlva, mikor befejezték, már jöttek és rongálták. Amit azért elég felháborítónak tartok, mert hogy ez a sétány most azért nagyon szépen meg lett csinálva, úgyhogy tényleg büszkék lehetnénk rá. Ha fáradt vagyok, akkor persze. Töccipekedek szatyrokkal, akkor igen, akkor leülök. Fiatal is vagy, úgyhogy vigyázol-e rá, vagy ismersz olyanokat, akik vigyáznak, meg olyanokat, akik nem? Hát ismerek olyanokat is, akik nem, és olyanokat is, akik igen, engem nem igazán érdekel. Milyen összegben fordított most erre a városgazda? Összességében 4 millió forint az, ami erre bele tervezve, természetesen nincs még teljesen felhasználva, körülbelül a munka felénél tartunk most, még a későbbiekben további faanyag és festékre lesz szükség, nagyon sokat felhasználtunk. Hol fognak legközelebb feltűnni a szakemberek, hol fognak legközelebb újítani? Hát összességében várjuk azt, hogy döntés szülessen a Kossuth térrel kapcsolatban, amennyiben meg lesz a döntés és elkezdhetjük azokat a padokat, akkor talán az lesz az egyik leglátványosabb, de folyamatosan a játszótereinken is hozzuk rendbe a padokat, illetve olyan helyszíneken is dolgozunk, ahol sok pad van egyszerre, ilyen például a Darányi 5-ös játszótér, ahol 14 padot lehet már felújított formában látni. És gondolom azt sem árt, hogyha megkérjük azokat, akik használják ezeket a padokat, és azokat, akik csak elmennek mellettük, hogy nagyon... Becsüljék meg,
mert hosszú idő után történt ilyen felújítás a kerületbe, és használjuk úgy a padokat, ahogy azoknak az eredeti funkciója erre megszületett.